hatalmas megtiszteltetés, hogy kaphatok egy kocsit, és lehetőségem adódik arra, hogy a magyarországi jövő évi megrendezésre kerülő vizes világbajnokságot úgymond ezzel egy kicsit úgy kampányolhatom, és segíthetem, hogy tényleg minél több szurkoló jöjjön, minél több magyar legyen a lelátón, és minél jobban érezzük azt, hogy egy ország vagyunk. Szóval egy kicsit így ezt tudom így hozzátenni, és nagyon köszönöm. Már most kiráz a hideg, már szinte hallom azt, hogy mekkora nagy élmény lesz ott oda kimenni, és tényleg az, hogy így rám szakadjon az egész stadion, hogy az magyar szurkolókat halljam, és az, hogy együtt vagyunk tényleg, és hogy tényleg együtt úszunk, úgymond, hogy amikor beugrok a vízbe, akkor érezem azt, hogy a magyar emberek támogatását, szurkolását és szeretetét, és tényleg így szétrobbanjon az egész stadion. Egészen kiskoromtól kezdve néztem meg, jártam versenyekre, és nagyon kiskoromban megfogalmazódott az bennem, hogy amikor odaérek én is, hogy kimegyek tényleg a csatatérre, az uszodába, hogy átérezzem azt, amit láttam a tévében, amit láttam élőben, azt az eufóriát, és azt a hihetetlen, megfogalmazhatatlan érzést, hogy így ott vagyok, és megéljem a pillanatot. Úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog, meg próbálkozom abban. Az a pillanat, amikor a vízbe beleérkezem, és egyé válhatok vele, egy hihetetlen biztonságérzetet ad, hogy hazaérkeztem. Nagyon jó. Megint beleborzottam. Igen.